Advent utolsó hétvégéjét csobánolással ünnepelték nagymányokon. A bukovinai székelyek betlehemes játékára, a Krisztus születését megjelenítő dramatikus szokásra sokan kíváncsiak voltak a településen. Ezeket a karaktereket, ezt a népszokást még Bukovinában hozták magunkkal az őseink, ezt már ott is így adták elő, és nagyon fontos, hogy nagyon kell ügyelni arra, hogy milyen szavakat használunk, milyen mozdulatokat, hol hangsúlyozunk, mindent úgy kell csinálni, ahogy azt csinálták régen. Ez már Bukovinában is erre törekedtek, csak mindig úgy, hogy egy kicsit jobb legyen, mint az előző évben. A délután során kirakodóvásár várta az ide látogatókat, de a Didergő király meséjét is meghallgathatták az érdeklődők. Bár hagyományosan nem ez a program a településen ilyenkor, most az energiaárak és a megszorítások miatt szerveztek kisebb ünnepséget. Nekünk ilyenkor mindenki karácsonya bent a sportcsarnokban egy nagyszabású rendezvény szokott lenni, és úgy gondoltuk, hogy azért, mert ez a rezsicsökkentés van és mindenhol hideg van, akkor azért az ünnep melegségét őrizzük meg ezzel a rendezvényel, és egy kis kézműves vásárral, ezzel a kis műsorral próbáltuk a város lakóinak az ünnep hangulatát megelőlegezni. A délután során jótékonykodni is lehetett a nagymányoki piac téren, hiszen az egyik pulton a pittypangovodások szüleinek mézes kalácsait lehetett megvásárolni. Az összegyűlt bevételt az intézménybe járó gyerekek javára fordították.